Mindössze 9 percet tartott tegnap a nagykanizsai és az zalaegerszegi kosárlabda klubok közötti másodosztályú mérkőzés, mikor a nézőtérről magukról megfeledkezett szurkolók rohantak a pályára, és lögdösödni, dulakodni kezdtek a vendégcsapat játékosaival. A bírók a meccset azonnal lefújták, de mire a rendőrök a helyszínre értek, addigra a rasszista jelszavakat skandáló 20-30 fős csoport már elvonult a csarnokból. Később aztán a város több pontján újra felbukkantak. Játékosok, szurkolók még ma is megbotránkozva mesélik a tegnap történteket. Már a meccs bemelegítésénél undorító módon, magyarul megmondva, viselkedtek. Berohantak, szitták az egerszegieket, azt se tudták, hogy végül is majdnem milyen meccsen vannak itt. Mert épp nálam volt a labda, akkor már egy hatalmas tömeg volt ott, és igyekeztem oda széjjel választani ezt a tömeget, ami kisebb sikerrel járt igazából, mert egyre többen jöttek be a pályára. Ezeknek az embereknek nem az volt a lényeg, hogy kit bántalmazunk, hanem egyáltalán az, hogy balhézzunk és bántsunk valakit, illetve olyan dolgot okozunk, amit majd másnap ugye a médiában elolvashatunk. Ezek az emberek sajnos felhasználták a mi mérkőzésünket arra, hogy kiéljék azt a fajta agressziót, amit talán nem tudnak máshol levezetni. Mire a rendőrök megérkeztek, addigra a támadók elmenekültek. Szélsőjobbos rendezvényeken megismert rasszista, cigányellenes jelszavakat és a zalaegerszegiek nemi hovatartozását firtató rigmusokat skandálva küzdötték le az útjukba kerülő kukákat, vagy gyújtották meg a busz megálló menetrendjét. Elég részegek voltak, és szerintem először csak egy ilyen ötfős tömeg jött be, és akkor utána már 20-an voltak, az biztos. Ezt már a közeli úszoda büfé sem mondja, mert a randalírozó társaság ide jött a csarnokból. A szaunás vendégeket is zavarták, akik itt jártak, keltek fürdőköpenyben, akik ez elég kellemetlen volt, hogy egy ilyen banda ide bejött, és akkor kiabáltak, megjegyzéseket tettek a vendégekre. Ezután a város több kocsmáját is meglátogatták. Agresszíven viselkedtek, elsősorban a fiatal lányokba kötöttek bele. Ebben a kocsmában aztán a vendégek megelégelték a viselkedésüket, és a lányok védelmére keltek, amelyből aztán verekedés lett. A rendőrök végül 3 ember ellen indítottak eljárást, közülük egyet őrizetbe is vettek.